Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megújul a Várajai parkerdő, igazi turisztikai csoda lesz a kedvelt kirándulóhely. A felvidéki kitelepítésekre emlékeztek, három település közösen elevenítette fel a szörnyűségeket. Rendvédelmi is diákok csaptak össze, 14 csapat mérte össze tudását Szekszárdon. Nyakunkon a horgásszezon, nincsenek könnyű helyzetben idén a pecások. Közel 274 millió forintból újítanák fel teljesen a várajai parkerdőt. A beruházás részeként élmény és rendezvényteret, vizes blokkot, kerékpártárolót és parkolókat is kialakítanak, de kamerarendszert is szerelnek fel a területen. Csobog a víz, a várajai parkerdő kettes tavának áteresztő zsilipjénél. A település önkormányzata pályázatot nyújtott be a terület fejlesztésére, hogy az eddig is sokak által látogatott természeti érték turisztikai vonzerejét fejlesszék. Váraja község önkormányzata top pluszos pályázatba nyújtottunk be turisztikai területre pályázatot, amely sikeres volt, és több mint 237 millió forintot nyertünk. Ebből a 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatási összegből olyan speciális élményelemeket jelentő technikai fejlesztések valósulnak meg, mint például egy élménytér, ahol törekednek a több generáció számára is élvezhető interaktív eszközök kialakítására. A parkerdőben jelenleg több horgásztó, esőbeálló és tűzrakóhely várja a látogatókat. A meglévő infrastruktúra mellé kialakításra kerül egy fedett rendezvénytér modern vizes blokkal, valamint megvalósul egy vagyonbiztonságot szolgáló kamerarendszer kiépítése, parkolóhelyek és kerékpártárolók létesítése. A forrásokat már megkaptuk rá, most van folyamatban a közműveknek a beadása, illetve most fogják felmérni, hogy mennyibe fognak kerülni, illetve készülnek a tervek. Maga az egész projektnek a tervei még most készülnek, előre láthatólag június-július hónapra lesznek készen. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés eredményeként létrejön egy olyan turisztikai vonzerővel rendelkező terület, amely közösségi és gazdaság ösztönzési célokra egyaránt alkalmas. Életeket mentettek meg szekszárdi és siagárdi polgárőrök. Épp Grábócnál ereszkedtek le egy domboldalról, amikor észrevették, hogy a településen valami hatalmas lángokkal ég. Oda siettek, és akkor látták meg, hogy egy házról van szó. Mezei Zsolt siagárdi polgárőr és Storz Gábor kutatómentő mentek be az ingatlanba, ahonnan kivitték a gyerekeket. Ezt követően még egy gázpalackot is eltávolítottak a lángok közül, majd a kertislaggal megkezdték az oltást, míg a tűzoltók a helyszínre értek. Megszületett a megegyezés Oroszországgal a paksi bővítés kivitelezési és finanszírozási szerződésének módosításáról, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az atomerőmű beruházás folytatása és mielőbbi átadása. Közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Mint fogalmazott, a beruházásról szóló szerződések most már több mint 9 éve köttettek. Nyilvánvaló, hogy a háborútól és a szankcióktól függetlenül is az élet, a műszaki és a technológiai helyzet változott annyit, hogy ezekhez a szerződéses keretekhez hozzá kell nyúlni annak érdekében, hogy a beruházást végre lehessen hajtani. Sikerült megállapodnunk mind a kivitelezési, mind a finanszírozási szerződés módosításának mikéntjében. Ezek a szerződés módosítások garantálják azt, hogy ezt a beruházást végig tudjuk vinni. Most már az utolsó szövegezési feladatokat végzik a jogász kollégák, és amennyiben ezzel megvannak, azonnal jóváhagyásra ezeket a szerződés módosításokat benyújtjuk Brüsszelben az Európai Bizottság számára, és reméljük, hogy az Európai Bizottság nem kívánja kockára tenni a magyar energiaellátás hosszú távú biztonságát. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai jövő héten az építkezéseket és az építőanyag kereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugdíj számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre elsősorban Szekszárdon, Bonyhádon, Tolnán és Dombóváron kell készülni, azonban a szakemberek a vármegye bármely más részén is felbukkanhatnak.
A dombóvári, a kaposszegcsői és a mágocsi önkormányzat közös koszorúzást és megemlékezést tartott a felvidéki kitelepítettek emléknapján április 12-én Mágocson az Ady utcai emlékműnél. Mások mellett Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, és Hargita János, a térség országgyűlési képviselője is részt vett a megemlékezésen. 1947-ben, április 12-én indultak meg a felvidékről azok a vagonok, melyek a kitelepítésre ítélt családokat szállították az anyaországba. Az úgynevezett lakosságcsere egyezménynél Magyarországnak nem volt választása. Csak Mágocsra 189 család, azaz 616 személy érkezett, hangsúlyozta a felvidéki kitelepítettek emléknapján tartott mágocsi megemlékezésen Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Ezek a történelmi események sajnos újra meg tudnak ismétlődni. Mi felelősségünk az, hogy mindig figyelmeztessünk, és tőlünk lehető bármit, vagy legtöbbet tegyük meg annak érdekében, hogy hasonló történelmi megrázkódtatások se a mi nemzetünket, se pedig a velünk együtt élő nemzettársainkat, nemzetiségieket ne tudják érni. Ez a mi közös felelősségünk, és mondhatjuk azt, hogy ez nem is kevés. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője beszédében azt emelte ki, hogy Mágocs a vármegye egyik olyan települése, ahol az elhurcolt németek és a kitelepített magyarok emléke előtt tisztelegve egyaránt emlékművet emeltek. Felvidéken az akkori Csehszlovákia területén meg akartak szabadulni az ottani magyaroktól, és azért kidobták őket az országból. Teljes jogfosztással járt, és ide betelepítették éppen ezeket az embereket a mi térségünkbe, ide Mágocs térségére, ahol hála Istennek békében élnek egymás mellett is. Remélem ezzel a mondattal, ettől a mondattal eltérően, ami most a mágocsi színpadon látható, olvasom is, ide-oda vándoroltunk, nincsen sehol hazánk már. Remélem, hogy a felvidékiek itt megnyugvást és hazát találtak ebben a térségben. A mágocsi, dombóvári és kaposszegcsői önkormányzat közös megemlékezésének részeként a résztvevők megkoszorúzták a felvidéki kitelepítettek és a kiűzött németek közös Ady utcai emlékművét. Mások mellett plusz krediteket szerezhetnek ezentúl azok a diákok, akik a Dunaújvárosi Egyetemre jelentkeznek a Tolna megyei szakképzési centrum két intézményéből. Az Ady és a Bezerédi technikumokból felvételező fiatalok így akár fél évvel is lerövidíthetik felsőoktatási tanulmányaikat. Az ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodást most írták alá a felek. Ez érinti az Egyetem Gazdálkodási és Menedzsment BA és a Bezerédi István Technikum Gazdálkodási és Menedzsment ágazati képzését, az Egyetem Gépészmérnök BSC és az Adyende Technikum és Kollégium Gépészet ágazati képzését, valamint az Egyetem Mérnök Informatikus és az Adyende Technikum és Kollégium Informatika és Távközlési ágazati képzését. A tervek szerint az intézmények a jövőben közös programokat is szerveznek majd. Magyarország az európai országok között még mindig élen jár a daganatos megbetegedések és a kapcsolódó halálozások számában, miközben a legutóbb publikált országjelentés szerint 2011 és 2019 között a férfiaknál 11%-kal, a nőknél 6%-kal csökkent a rákhalálozás. Hangzott el a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmában rendezett sajtótájékoztatón. A tüdőrák még mindig vezető daganatos haláloknak számít a férfiaknál és a nőknél is. Súrján Orsolya helyettes országos tisztifőorvos azt emelte ki, hogy hiába vannak előremutató kormányzati intézkedések az egészségtudatos életmóddal kapcsolatban, ha az egyén nem vállal felelősséget saját magáért. Tolna és Baranya vármegyék rendvédelmi tanulói csaptak össze Szekszárdon. Az egésznapos verseny célja az volt, hogy a gyerekek testközelből ismerkedhessenek meg a különböző szakmákkal. Látványos kutyás bemutató is várta a közrendvédelmis diákokat Szekszárdon a versenykezdése előtt, de a rendőrség és a terrorelhárítási központ speciális járművével és a fegyvereikkel is megismerkedhettek.
A szekszárdi megmérettetésre 14 Tolna és Baranya vármegyei csapat érkezett, nekik mások mellett bűnügyi, határrendészeti és közlekedésbiztonsági feladatokat is teljesíteniük kellett. Teljes erővel készültünk, mindent beletettünk, mert meg szeretnénk nyerni ezt a versenyt, és úgy gondoltuk, hogy esélyesek leszünk. A szórakoztató feladatokat a szervezők úgy állították össze, hogy a fiatalok azok során belekóstolhassanak, mennyire izgalmas tud lenni a rendvédelmi dolgozók munkája. Fogalmam se volt, hogy ma mi lesz, mert sok mindent nem árultak el igazából. Hát érdekes, megmondom őszintén, hogy érdekes, mert nem gondoltam volna egyébként, hogy ez ennyire nehéz. És ugye hát nyilván ez még csak egy része a felszerelésnek. A mostani versennyel összekötött roadshow főszervezői a budapesti székhelyű rendvédelmi oktatási kiképzőközpont és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság voltak. A programok célja az volt, hogy a fiatalok kötetlenebb formában sajátíthassák el az ismereteket, mint ha az iskolapadban tennék ezt. 7 versenyhelyszín van a diákoknak összeállítva, ami nem a hagyományos rendészeti versenyről szól, tehát nem annyira a büntetőjogi meg egyéb ismeretekről adnak számot, inkább itt a megfigyelő képességüket, az ügyességüket, a talpraesettségüket próbáljuk mérni. Például van egy olyan bűnügyi technikai helyszínünk, ahol egy holttest van elrejtve, és megfigyelni kell a kollégajelölteknek, hogy ott a bűnügyi helyszínen, akár minikalambóként, akár más sztárfőgyelőként mit tudnak megfigyelni. A szakemberek igyekeztek a legkorszerűbb ismeretanyagot átadni a versenyző diákoknak. Minden olyan, ami a társadalmat foglalkoztatja, az az iskolai képzésben is helyt kapjon, és úgy gondolom, hogy itt a kollégák is pont olyan érdekességeket fognak megmutatni a kolléga jelölteknek, a leendő rendőr kollégáknak, ami a pályaorientációjukat fogja segíteni. A Tolna vármegyéből érkező fiatalok közül a legügyesebbek a 3. helyet szerezték meg a nap végére. Ismét fogad látogatókat jövő héttől a Vosinszky-Mohr megyei múzeum. Az intézménye a téli időszakban energiatakarékossági okok miatt volt zárva. Április 23-án, vagyis szerdán délután 3 órától viszont elindul a híres ostromokat bemutató előadás sorozat. Ezúttal Leningrád lesz a középpontban, pénteken pedig folytatódik a filmklub. Az erdélyi Sepsiszentgyörgyről származó asszony tett állampolgársági esküt Dombóváron. Kovács Lívia 17 évvel ezelőtt költözött Magyarországra, majd itt talált rá a szerelem. Azóta párjával 2 gyermeket nevelnek. Mindig is magyarnak vallotta magát, így fontosnak tartotta, hogy az okmányaiban is szerepeljen ez. A szülei egyébként 1 éve tették le az állampolgársági esküt, szintén Dombóváron. Nyakunkon a horgász szezon, megtörténtek az első telepítések. Bár a Tolna vármegyei pecásoknak nem kell aggódniuk, hogy lesz-e kapás, idén a jegy és a halárak is lényegesen megemelkedtek. A magas díjak miatt a szakemberek a rapsicokra is felkészültek. Nincsenek könnyű helyzetben idén a horgászok, ugyanis Tolna vármegyében is drasztikusan megemelkedtek a halárak. A 2022-es év aszályos időjárása miatt a sok éves átlaghoz képest ebben az esztendőben csak nem 30%-kal kevesebb állatot tudtak előállítani az erre szolgáló létesítmények. A legnagyobb kárt a ponty állomány szenvedte, mondja a szakember. Tehát a kereslet nőtt, a kínálat viszont ezt nem tudta követni. A jelentős drágulásban a takarmány, az energia és a munkabér növekedése is közrejátszott. Mindez azt jelenti, hogy míg 2021 őszén 1 kg piaci ponty tóparti ára nagyjából 800 forint volt, ehhez képest 2023 tavaszán már eléri az 1600 forintot. Az idei évi tavaszi haltelepítést úgy tudtuk mi is megvalósítani, hogy már tavaly ősszel lefoglaltunk egy bizonyos halmennyiséget, és ezt raktuk most szét tavasszal a hallgazdálkodási vízterületeinkbe. A haltelepítés azok folytatódni fognak, a következő telepítés az a süllő, tehát ragadozó halak, a süllő és a csuka telepítése lesz, majd pedig az előző évi gyakorlatot folytatva, június végén az idei friss pontból szeretnénk a telepítéseket elvégezni. A pecásoknak azonban nem kell aggódni, hogy lesz-e kapás. Tavaly ősszel kerültek nagyobb mennyiségben pontyok a vizekbe. Ellenben más kérdés, hogy az időjárás eddig nem kedvez a horgászatnak, még nem indult el a halak táplálkozása. Balog Attila elmondta, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a TOHOSZ mintegy 20%-kal megemelte a területi jegyek díját. Az elmúlt évek okszerű halgazdálkodásának köszönhetően a
a halfauna természetes szaporulata egyre inkább növekszik, tehát egyre több kisméretű szaporulat van a vizekben, és ebből kifolyólag úgy döntöttünk, hogy az idén a ponthalfaja tekintve próbálunk inkább a piaci méretű pontyokra összpontosítani, tehát minél nagyobb mennyiségben, sőt a telepítések 90%-ában fogható méretű halakat szeretnénk a vizekbe helyezni. A magas árak miatt a Tolna vármegyei szövetség a rapsicokra is felkészült, a rendőrséggel és a halászati hatósággal együttműködve fokozott ellenőrzéseket tart majd a vizeken. Regionális hírei következnek. 450 millió forintból modernizálnak, 7 baranyai településen alakítják ki a szennyvíz biztonságos elvezetését. Saját költeményeket adták elő a gyerekek, verselés Pécsett a költészet napján. Nem akart kiköltözni, felgyújtotta az albérletet, szabadságvesztésre ítélhetik a 85 éves férfi. 450 millió forintból alakítják ki 2 baranyai településen a szennyvíz elvezetését. A vidékfejlesztési programnak köszönhetően Szilágy és Berkes lakosainak életét teszik komfortosabbá. Zajlanak a munkálatok Szilágyon. A baranyai településen egy régi probléma megoldására nyílt lehetőség a vidékfejlesztési programnak köszönhetően. A terület átadás-átvételi programon elhangzott, a szomszédos Berkes településsel közösen végzik a beruházást, amely a szennyvízkezelésre irányul. A térség országgyűlési képviselője az eseményen elmondta, Baranya 2. választókerületének egyik legtávolabbi pontján valósul meg a fejlesztés. Ez éppen Szilágy község és a szomszédos Berkes község közösen pályáztak a szennyvíz elvezetés, itt megoldatlan volt az elmúlt évtizedekben, és most egy pályázati győzelem következtében 85%-os pályázati támogatási intenzitással a két falu teljes szennyvíz elvezetése megtörténik. Méghozzá egyedi, helyszíni, a portákon kialakítandó szennyvíz kezelőkkel. Itt Szilágyon 78 ilyet építenek ki, a szomszédos Berkesden, ami nagyobb falu, ott pedig 116 szennyvízkezelő kialakítására kerül sor. Összes beruházási értékben 450 millió forint lesz, aminek 15%-a az önkormányzatok önrésze volt. Hoppá Péter hozzátette, fontos fejlesztés ez, hiszen az ivóvízbázis védelmét is meg tudják őrizni, és a különböző Európai Uniós szabályoknak is megfelel ez a technológia. Ezek az időtálló műanyagtartályok háztartásonként vezetik majd el a szennyvizet. A projekt Szilágyon több mint 150 millió forintból, míg Berkesden mintegy 300 millió forintból valósul meg. A tervek szerint őszre elkészülnek a munkálatokkal. Verslábak. Ezzel a címmel szerveztek immár 13. alkalommal programot a Költészet napja alkalmából Pécsen. Hajnal Éva drámacsoportja saját költeményeket adott elő a történelmi belvárosban. Olyan akár a csoki, ami kakaó nélkül készül, mint a madár, aki soha többet nem repül. A pécsi Széchenyi téren szavaltak ezek a gyerekek április 11-én. A Költészet napja alkalmából csillogtatták meg tehetségüket a fiatalok. Mindannyian érdeklődnek az irodalom, a versírás iránt. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy saját költeményeiket hallhatták az arra járó pécsiek. Az én versem címe az, hogy Nélküled. Igazából... olyan személyről írtam, aki minden hallgatónak más ember igazából. Tehát nem nekem egy konkrétan, hanem bárki képzelhet bele azt, akit ő szeretne, akit hiányol, vagy akit már régóta nem látott. Igazából ez vezért, hogy olyan verset írjak, amiben mindenki beleképzelheti azt, akit szeretne igazából. Én a tavasszal írtam, ugye, mert hát igazából akkor kezdett a tavasz, meg ezt ilyen reménykedő versnek is írtam, mert akkor még írtam, akkor nagyon rossz volt az idő, és gondoltam, hogy hát ha megírom, akkor tegy ugye az lesz, hogy meleg, meg jó idő. Hajnal Éva a szervező a Verslábak névre hallgató programot már hosszú évek óta megrendezi Pécsett. Dráma csoportja pedig nagy örömmel vesz részt a kezdeményezésben. A gyerekek számára ez is olyan ünnep, mint bármely más jeles nap, mondja Hajnal Éva. Nagyon sokat játszottunk, én magyart, éneket, rajzot, etikát tanítottam az iskolában, és a magyar óra lehetőséget adott a sok drámajátékra. És ebből fakadt, hogy egyre többet és többet szerettünk volna így játszani. De a csoportnak a leglényege a játékon kívül, hogy versekkel foglalkozunk leginkább, és kortárs költők verseivel. Ami idén a 13 évi barangolásainkhoz képest újdonság,
hogy idén saját verseket adtunk elő. A gyerekek egyébként a történelmi belváros több pontján is előadták verseiket. A Kossuth tértől a Széchenyi téren át a Jókai térig vonultak, hogy a költészet napja alkalmából meglepjék a pécsieket. Mi leszek, ha így leszek? Talán űrhajós, vagy szakács, kapitány, vagy vadász, körös esetleg, vagy énekes? Válasszok majd egyszer, de egy valami biztos leszek, méghozzá kedves. Egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre számíthat az a férfi, aki tavaly felgyújtotta albérletét Pécsen. A 85 éves elkövető a feleségével élt egy kertvárosi lakásban, melyet egy új tulajdonos megvásárolt, majd felszólította őket, hogy költözzenek ki. A házaspár végül elment, ám a férj távozásuk előtt felgyújtotta az ingatlant. Autójukkal elhajtottak a helyszínről, másnap a polgárőrség fogta el őket. A pécsi járási ügyészség jelentős kárt okozó rongálás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki miután őt ki akarták lakoltatni albérletéből, azt felgyújtotta. A vádirati tényállás szerint a 85 éves férfi feleségével albérlőként lakott egy pécsi családi házban. Miután az ingatlant 2019-ben megvásárolta az új tulajdonos, többször felszólította a vádlottat és feleségét, hogy hagyják el az ingatlant, ám ennek nem tettek eleget. 2022. októberében már végrehajtási eljárásra is sor került. Ennek keretében október elején a végrehajtó megjelent a helyszínen, és felszólította a házas párt, hogy hagyják el a lakást. Ekkor ők néhány nap haladékot kértek, azzal, hogy legkésőbb október 10-ig a lakást el fogják hagyni. Aznap reggel mind a ketten beültek az autóba azzal, hogy végleges szándékkal a lakást ott hagyják. A férfi azonban nehezményezte azt, hogy az ingatlant el kell hagyniuk, ezért úgy döntött, hogy bosszúból felgyújtja a házat. Ekkor a férfi a családi házban az ingatlan középső szintjének helyiségeit, berendezési tárgyait benzinnel lelocsolta, majd pedig gyufával azt meggyújtotta. A feleség nem tudott férje tervéről. Ezt követően mind a ketten Pécs határába mentek, azzal a szándékkal, hogy öngyilkosságot kövessenek el. Gyógyszert is bevettek, azonban időközben őket keresni kezdték, és mielőtt tulajdonképpen a céljuk beteljesedett volna, sikerült megtalálni őket, majd kórházba is szállították. A férfinek a cselekménye a rongálás büntetének a megállapítására alkalmas, több mint 31 millió forint volt a tűzzel kár, ami keletkezett. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügy egyébként nagy port kavart a kertvárosiak életében. Ezek a felvételek éppen a ház felgyújtása után készültek. Mivel az idős házaspár eltávozott a helyszínről, a rendőrség azonnal körözést adott ki ellenük. Végül egy nap múlva a polgárőrség drón segítségével bukkant az autóra egy nagyobb erdős terület átvizsgálása közben Pécs Vasas mellett, benne a férfivel és a nővel. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Megújul a várajai parkerdő, igazi turisztikai csoda lesz a kedvelt kirándulóhely. A felvidéki kitelepítésekre emlékeztek, három település közösen elevenítette fel a szörnyűségeket. Rendvédelm is diákok csaptak össze, 14 csapat mérte összetudását Szekszárdon. Nyakunkon a horgásszezon, nincsenek könnyű helyzetben idén a pecások. Pénteken már számítani kell esőre, kifejezetten hűvös lesz, helyenként csak 5 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. A magasabban fekvő területeken havas eső, havazás is lehet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!